Bátaszéken ma is megközelítően 100 iparos dolgozik. Ezzel ők a város leginkább meghatározó közössége. Ennek megfelelően az iparosok bálja kiemelkedő társadalmi esemény. Bátaszék egész történetében meghatározó szerep jutott számukra. Volt idő, amikor a helyi, elsősorban német ácsok és asztalosok nagy számban dolgoztak például Törökországban, Atatürk meghívásának elegettére. Természetesen az iparosok számára kiemelkedően fontos volt az ipari jellegű rendezvények tartása, amelyek elsősorban szaktanfolyamokat, szakvizsgáztatást, szakelőadást, ipari kiállítást jelentett. Bátaszéken 1925-ben 309 önálló iparos tevékenykedett. 1948-ban az ipartestület 435 bejegyzett tagot számlált, amelyek között legnagyobb számban cipészek, fodrászok, kovácsok, asztalosok, kőművesek, sütők és kötőszövők szerepeltek. Minden időnek megvolt a maga gondja. Ma elsősorban a szakember hiány jelenti a legnagyobbat, mondják az érintettek. Az öreg iparosok azok tartják, próbálják tartani a hagyományokat. Fiatalokat elég nehéz bevonzani, de próbáljuk. Azért próbálunk rendezni ilyen összejöveteleket, egy összetartó, úgy mondom, bált rendezünk, hogy a hagyományokat, az iparosságot őrizzük és fiatalítsuk. Próbálunk minél több rendezvényt összerakni, most értek olyan, hogy szakmáznapokat, szakmázbátaszéken, vagy épp különböző helyeken, különböző szakmát bemutatni úgy gyerekeknek, vagy úgy akár maga az iparosnak bemutatja, hogy hogyan dolgozik, mit dolgozik, és hogy a kapcsolatokat építeni, a kapcsolatokat, hogy egyre jobban kapcsolatból tud élni az ember. Ha nincs kapcsolat, nem tudja felépíteni épp a vállalkozását, nehezebben tud úgy érvényesülni. A problémák azok amit a médiában mindenhol hangoztatnak, és az ember a saját bőrén érzi, nincs szakmunkás, nincs utánpótlás. Nagyon kevés a kimondott mesterképzés, nagyon kevés fiatal hajlandó tovább tanulni mester fokozatra, vagy éppen egy olyan, nem is kéne mester, hanem éppen egy olyan szakmát, amiből azt mondom, hiány szakma. Gyakorlatilag most már minden szakmában hiány szakma van. Nem szeretnek a fiatalok úgy. Most mit látnak? A szülő mit csinál? Dolgozik? Nem dolgozik. Munkanélkül, jó, most már nincs azért munkanélküliség, most már azért elég jól a szakma, a munkaerő hiány miatt azért nagyon kevés a munkanélküli, de a fiatalság nem biztos, nem feltétlenül azt szeretné csinálni, amit a szülők tesznek, szülők folytatnak. És ez miatt nem biztos, hogy az a lényeg, hogy a család szakmáját tovább vigye, hanem próbáljon egy önálló, de próbáljon szakmát tanulni. Nem akarnak tanulni. Nem úgy állnak hozzá, hogy egy jó szakmát, kitalálunk egy jó szakmát, pedig olyan fizetések vannak már a mai napokban, hogy ezzel a pénzzel külföldön is azért meg lehet élni. Az ipartestület több mint 120 éve tevékenykedik Bátaszéken. Együttműködése a várossal mindig is meghatározó volt, és a mai napig is az. Minden települést érintő beruházás esetében a helyi önkormányzat különös figyelmet fordít arra, hogy teret adjon a helyben működő vállalkozásoknak. Bátaszéken az iparosok mondhatni, hogy évtizedek, de talán évszázad óta meghatározó szerepet töltenek be a helyi társadalomnak a szereplői közt. Ugye ez a régebbi időkben nagyobb becsülettel bírt talán, mint napjainkban. Most ez a civil egység, ami talán egyik legnépesebb a városban, kezd újra életre kelni a önkormányzat és a városvezetés nagy örömére. Ami problémát látunk jelenleg az, hogy az utánpótlás az sajnálatos módon elég szegényes felhozatallal bír. Viszont mi igyekszünk a meglévő iparosainkat támogatni. Ugye ez a támogatás, együttműködés, ez egy pár ciklusra ezelőtt kezdődött, amikor az iparos házat az önkormányzat, ugye az ipartestület részére átadta használatra, illetve a helyi adóból azóta is a
meghatározott hányad minden évre az ipartestület részére folyósításra kerül. A bálon minden esztendőben többen és többen jelen vannak, jelezve a közösség formálódik. Idén 100-nál is többen vettek részt a bálon, mint ahogy az ipartestület elnöke fogalmazott, ez felülmúlt minden várakozást. Hogy a közös gondolkodás, az együttlét old-e valamit a gondokon, nem tudható. De legalább volt egy este, amikor mindezek feledhetőek voltak, és az önfeled szórakozásra lehetett a főszereplő.